Csak egy villanás szükséges, és kész a fénykép. A gyermekek a sötét kamrában kipróbálhatták a fotogramozást a Paksi Képtár fényképezés tematikájú táborában. A kisdiákok az 5 nap alatt a szakma több területét megismerhették, így belekóstoltak például a stúdiófotózásba, ahol egymásról készítettek portré és csoportos fényképeket. A lámpákat is állítgattuk, ma meg tegnap már kipróbáltuk a fotogrammozást, amit nagyon élveztek, hogy berendeztünk egy kis sötét kamrát, és ott tudták levilágítani az általuk hozott tárgyakat, és ezt nagyon szerették. Egy ilyen fényre sötétedő lapot leraktunk az asztalra, raktunk rá dolgokat, megvilágítottuk lámpával, és beleraktuk háromféle folyadékba. És utána mi történt vele? Kivettük, és ahol voltak rajta azok a dolgok, ott fehérek lettek, és a többi részen pedig fekete. A hangsúly azon volt, hogy a gyermekek elsajátítsanak egy jobb látásmódot. Alapképzettségre nem volt szükség a táborban való részvételhez. Szeretek fotózni, leginkább szeretek szelfizni, és a telefonommal. A hét második felében is izgalmas feladat várta a gyermekeket. A városban kellett fényképeket készíteniük. Városra, mint épületekre tudnak majd koncentrálni, vagy városra, mint szociális térre, hogy az emberek, emberi kapcsolódásokra, akár ha lesz olyan kiadott feladat, mondjuk, hogy így a találkozások, és akkor olyan pillanatokat kell megtaláljanak a városban, ahol ugye emberek találkoznak, érintkeznek egymással, akár egy üzletben, vagy egy padon beszélgetve. A Paksi Képtár a gyermekekkel való munkát ősszel folytatja. Az intézményben akkor ismét elkezdődnek a múzeumpedagógiai foglalkozások.